A két legmagasabban jegyzett magyar férfi teniszező, Marozsán Fábián és Fucsovics Márton játszik a nyíregyházi centerpályán. Őket ezúttal nem láthatja a közönség, viszont több mint 500-an indulnak el az egymást követő két 15 ezer dollár összdíjazású ITF tornán. A szövetség a tavalyi hárommal szemben ebben az évben 8 ilyen kategóriájú versenyt rendez. Most van egy 15-20 olyan játékosunk, ilyen 17 és 20-21 év között, akinek nagyon-nagyon fontos az, hogy minél több hasonló versenyen tudjanak bekapcsolódni és megízlelni a profi tenisz világát. Tehát azt gondolom, hogy hosszú távon ezt a 8-as számot is még minimum a duplájára kell majd növelnünk. Ehhez az idei ez egy jó évkezdet, és az, hogy Nyíregyházan egymás után két verseny tud lenni, az azért is nagyon jó, mert akkor itt a főtáblákra ugye 4-4 wildcardot tudunk osztani, és úgy fogjuk elosztani, hogy 8 különböző játékosnak adunk lehetőséget a főtáblán játszani, és ezen kívül a 64-es selejtezőbe is meg biztos, hogy legalább 10-12 magyar játékos fogja tudni magát kipróbálni a profi tenisznek ebbe az első vonalú világában. A nyíregyházi nézők egy helyi játékosnak is szurkolhatnak a versenyen. Závadszky Milánnak, a Marsó Teniszcentrum játékosának tudunk szurkolni, a 6 főtáblás magyar játékos mellett. Őket kiegészíti még 10 magyar versenyző a kvalifikációs körökből, így körülbelül 14-16 játékosra lehet számítani, akinek a nyíregyházi, és remélem a megyei szurkolók fognak követni ezek elkövetkezendő két hétben. És Fajta Péter pedig címvédésre készül Nyíregyházán, ami bízom benne, hogy sikerülni is fog. A mezőny legnevesebb játékosa a világranglista 451. helyén álló ukrán Olekszij Krusztyi. A teniszmaraton június 10-én indul hadsalakos pályán. Amennyiben az időjárás nem szól közbe, a döntőket 16-án és 23-án rendezik meg a Marsó Teniszcentrumban.